Újabb, talán leglátványosabb szakaszához érkezett a Szolnok Televízió megújulása. A tavaly szeptemberben elkezdett munka a célegyenesbe fordult, megérkezett az új stúdió felszerelésének egy része az Abonovák Agora kulturális központba. Ezt követően néhány, egy-két héten belül beépítésre kerül a díszlet, és maga a vezérlő, illetve az egész új stúdiónak a lelke is beépítésre kerül. Most pillanatnyilag megérkeztek a felszerelések, ezeket átveszünk, és a beépítés során átkerülnek majd a stúdióba, és ott kerülnek majd felhasználásra. Úgyhogy régen vártuk, bízom benne, és már felgyorsulnak az események. A helyszín mellett a technikai háttér is teljesen kicserélődik. Az új kamerák, mixerek csak előfutárai a változásoknak. A televízió hamarosan szalagmentes technológiát használ, amelynek alapja, hogy a felvételek memóriakártyára rögzülnek Full HD felbontásban. A forgatások nyersanyagait egy központi szerver tárolja, ahonnan a vágók, szerkesztők és riporterek is dolgozhatnak rajtuk. A kész tudósítások vagy magazinok az adás szerverbe kerülnek natív HD felbontásban. A technológia legnagyobb előnye, hogy gyorsul a műsorkészítés folyamata, illetve akár a kamerából is be lehet játszani a képeket a helyszínről broadcast minőségben. És akkor ez az egyik variáció, hosszú optikával ide kell tenni. Aha. Vigyázni kell, mindig meg kell szorítani. A vidéki televízióknál, vagy a regionális televízióknál az első helyen van most Szolnok, azzal, hogy ezt a beruházást megvalósította, így a belső műsorkészítésnek a minősége is hihetetlen módon felgyorsult, illetve világszínvonalú lett, de előkészítettük azt a lehetőséget is, hogy a helybeli koncertek vagy kivonulós szetnél a felvehető koncertek már 4K-s minőségben is rögzüljenek. Ez a leglátványosabb része a történetnek, amiket látszik. A most bevezetett technika a jövőben már tovább bővíthető, hiszen már most képes a koncerteket és egyéb jelentős rendezvényeket 4K minőségben is rögzíteni. A napi híranyagok viszont továbbra is HD-ban készülnek. A beruházás jelentős forrásokat igényelt a Szolnok TV-től. Az egész beruházás a Szolnok TV saját erős beruházása. A város természetesen mögé áll, és vannak városi garanciák arra, hogy ez megépüljön. De valójában a Szolnok TV-nek, mint kereskedelmi televíziónak ki kell termelje azokat a későbbi összegeket, amelyeket felhasználunk most hitelként ennek a stúdiónak a felépítésére. A kivitelezés a tervek szerint június 30-ára fejeződik be, akkor a szakemberek elkezdik technikai munkatársaink oktatását, majd szeptembertől várhatóan megújult hangban és képben is jobb minőségű adással jelentkezik televíziónk. A költözés két hetében is lesz adás, viszont friss hírműsorokkal abban az időszakban nem jelentkezünk.